Csabai Zsuzsát azért juttatta a zsűri a középdöntőbe, mert valósággal hipnotizálta a hallgatóságát a válogatón. A 19 éves lányt akkor nagyon megdicsérték a darabválasztás miatt is. Nem is sejtettük, hogy milyen hullámvölgyeken van túl a zenetanulásban, ez csak a felkészítő tanára tudja, aki mindig segít átlendülni a nehéz helyzeteken. Azt érzem, hogy közölni szeretnél valamit nagyon kérdés nélkül átjön, hogy nagyon jó zenélni, és hogy ezt érdemes lenne másnak is kipróbálni. Tovább jutottál a középdöntőbe, szívből gratulálunk. Amikor megtudtam, hogy tovább jutottam, mindenképp egy ilyen boldog és felemelő érzés fogadt el. Jó napot! Zsuzsi hozzám 2 éve került a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. Azon túl, hogy nagyon jó hangszeres készségei vannak, nagyon jó zenei készségei vannak, a Zsuzsit mindig körbelengi egyfajta vidámság. Így se kapd össze ezt a kis előkét, azt is jársz ki. Hirtelen mozdulatok soha nincsenek, ott összeugrik mindenki, vagy összeesik mindenki. Jó, gyere innen! Doppler Ferenctől a Magyar Fantázia című darabot választottam most. Még nem játszottam soha szólistaként zenekarra, tehát ez egy nehézség lehet majd számomra. Szia! Jó napot kívánok! Csaba és Szabó Mónika vagyok, nyugodtan tegeződjünk. Jó, köszönöm, sziasztok! A Virtuózok kamarazenekar, ami téged kísérni fog most. Zsuzsi zenekarba játszott már, de ez azért más dolog, mint egy zenekar elé kiállni. Természetesen egy kicsit féltem tőle, úgyhogy most emiatt izgulok is, hogy hogyan fog sikerülni. De én azt gondolom, hogy az első nehézségek után, hogyha megtalálja biztonságát, akkor nem hiszem, hogy ezzel nagy problémája lenne. Thank you.
nagyon szép hangon játszol. Ami talán, hogyha szabad kritikát említeni ezzel kapcsolatban, hogy nekem a karaktereknek az erőssége nem érte néha el az inger küszöbömet, tehát a lassút egy kicsit még édesbúsabban, és a gyorsat pedig frissebbre, giusto jellegre gondoltam volna. Egyébként hát egy nagyon-nagyon szép produkció, szép valahang, és gratulálok. Nekem is ez jutott eszembe, hogy a te előadásodban még vannak csücskök, még vannak bejáratlan területek, ha már egyszer fantázia, tehát lehetne szélesebb elmenni a szélsőségek irányába. Úgy gondolom, hogy ezen még lehet dolgozni ezzel a darabbal, hogy jobban bejázd a teret, és kihasználj minden lehetőséget, amit ez a darab felkínál. Köszönöm szépen! Hogy érezted, mi volt? Egészen jó. Jól sikerült. Hál' Istennek!